Na most már jó. Köszönöm szépen, kedves játék, hogy megkíméltél engem a marhaságottól ezúttal. Top. Hello, srácok! Hát ti hogy kerültetek ide? És én hogy kerültem ide? Remélem nem probléma, hogy pár perccel ezelőtt én ott hagytalak titeket a tűzharcban. De ha nem gond, megint megteszem. Ez mi a szarod? Az egy okos telefon? Nem tudom, mi akar ez lenni. Húzás! Repüljetek ki onnan! Nem is kellek én, hát ezek elvégzik a munkát helyettem. Beugrok, ti meg toljatok, jó? Adj! Gyerünk! Ú, de sokan vagytok. Annál jobb, gyertek ide! Ezen a szaron nem bírok átugrani. Vágjátok! Vagy átlépni. Mi a, megint eljátszik azt, hogy örökké jöttök? És nekem kell kitalálni, hogy hova tovább? Ja, hogy random be egy lyukba. Oké, ha nem gond, srácok, megint hagylak titeket. Elmegyek barlangászni. Keresek aranyat. Oh. Most jön egy ilyen bogaras rész. Az ott Freeman volt. Jó tudni, hogy jó irányba megyek. Csak továbbra se értem, hogy miért erre megyek. Honnan tudom, hogy nekem erre kell mennem. Mi a franc? Hát de erre van az út tovább, engedj át! Jó, rendben, akkor nem erre van az út tovább. Világos. Akkor erre? Jó, anyádból szopkod ki a kálciumot, hogy miért kell ilyen pályákat tervezni. Na, tessék, és most... Sokat vesztettünk ezzel itt? Annyira nem, de attól függetlenül rohadt idegesítő. Mindenütt lárvák, gyakorlatilag örök életem van. Csak rájuk kell lépnem és életet töltenek. Ó, bocs, véletlenül rád kúsztam. Mi van, buli van, amiről nem tudok? Ó, szia! Tudod mit, van egy jobb ötletem. Tanultam a játékból. Nem éri megküzdeni senkivel sem, mert elfuthatsz. Na ti meg hogy kerültetek ide? Elég megalázó a helyzet, nem? Aha, itt merülünk. Jó. Akkor egy hatalmas levegő. És hangeffekt nélkül végigúszunk. És milyen gyorsan ráadásul. Remek. Akkor még egyszer ugyanez? De ezúttal ez milyen rövid volt. Az előbb átúztam az Atlanti óceánt, azt most meg ez csak egy kis patak volt. Valami határozottan történt. Aha. Hát persze, ez olyan tipikus. Wow. Így egy step-táncot nyomtam a létrán. Hát ez hogy... Hát ez kurva jó. Jaj, már megint ez. Inkább lifteznék. Mi, vérzik az ajtó? Vagy mi az Isten? Jó, akkor hagyjuk az egyértelmű útvonalat a francba, mert arra kell menni tovább, ahogy nézem. Jó, nem probléma, az ilyesmi előfordul, néha elnézzünk dolgokat. Mi volt ez a bevillanás? Jó, hát ha azt mondod, hogy töltesz, akkor én azt elhiszem. Ezúttal hova a fenébe érkeztünk? Ez mi? Hogy? Azért ne tedd el hirtelen a fegyvert, miután megcsodáltad. Itt biztos Walterék vannak. Moci. Na, fantasztikus. Föl lettem fegyverezve. Ennyi idő után végre. Jó, befejezted? Nincsen hangefektje, hiába csodálod. Mentésnév alapján Nova Prospectbe tartok. Ami a Half-Life 2-ben egy börtön. Dióhéjban. Ó, de áttörtem. Továbbra se vágom, hogy... Én ezt honnan tudom?
hogy oda kell mennem. Amúgy hallgassátok a motort. Ez egy buggy. Buggy hangja van. És még úgy, olyan is az irányítás, olyan is az érzés. Csak nem tudok lőni, hiába van egy csomó egykezes fegyverem. De nem számít. Szágódozzunk akkor. Go, Chubi, waaah! Bocsi? Ó, mit csináltatok? Föllógatjátok őket? Nem szép dolog. Nincsen turbóm, hát ez még rosszabb, mint a buggy. Ed előttök. Srácok, kitolnátok engem innen? Belementem egy pocsolyába. Jó lenne, ha kicsit úgy meglőni engem, hogy kicsúszszak. Kapjátok be. Ja, hát akkor ennyit a motorozásról. És a motoros álmaimról, mert a játék tönkretette. De sokan vagytok már megint. Te lelőtted a haverodat. De legalább a mesterlövész puska használható. Milyen sortűzbizottság van itt, kérem? Mi van veletek? Bemegyek. Mindenkinek elkérem az adatait. Hú, még egy motor, szép. Gránát. Akkor mire kell használnom? Vagy hogyan tovább? Szia. Rejtély megoldva. Van egy kis barikád, amit valamiért ők állítottak föl. Mióta van ez itt? Várjunk csak, repedés. Valaki alatta lő nagyon. Ógy. Akkor így. Francba már. Nem gond, van örök gránátom ebben a ládában. Jó, hát a gerenda egyértelműen nem akar lekopni, úgyhogy talán itt... Nem. Valamit nagyon nem stimmel. Ez egy golyóálló, robbanásálló szar, mi a tökömet csinálják ezzel? Úgyis beszakadtalottam egy deszka, hát ha ez is. Most meg már zene is van. Jó, akkor megmozdul ez a szar. Aha! Szóval ez volt a megoldás? Tök jó. Még jó, hogy adott a játék végtelen gránátot. Zseniális basszus ez a játék. Kapja be mindenki. Megyek ezzel a buggy chopperrel. Mit keres ott egy motor? Leraktál engem a motorról. Elvette a fegyvereimet, meg a lőszeremet is. Rohadjál szájba. Jó. Nem baj. Akkor motorozunk. Közben megy ez a ének a háttérben. Nagyon meghitt. Ja, nagyon elgondolkodtató. Semmi nem akar megölni. Meg ilyenek. Hopp. Még egy töltőképernyő, egy egész pálya erre van pazarolva. Mi van ezzel a motorral? Jó, megyünk aranymotorral. Menők vagyunk, nagyon. Kicseszett pimp. És a növényzet jelenik meg az orrom előtt. Azt ugye vágjátok, hogy szövetségesek vagyunk most, úgyhogy ne lőjetek rám. Ha ez Nova Prospect akar lenni. Halihó, srácok. Bizó. Nem akarok balhét, köszönni jövök. Nézd, a fegyveremet is elraktam. Ha nem mozogsz, nem vesznek észre. Nem szívesen akarom ezt végig gyalogolni. Kinyílik a pokol kapuja. Mindenféle hangeffekt nélkül. Imádnivaló. Komolyan, ha ezt a játékot áttennék fekete-fehérbe, simán elmehetne egy néma filmnek. Annak is szar, de legalább elmenne annak. Nem túl nagy, ez egy picit. Wow. Meg kell, hogy mondjam, hogy ezek az új lopakodó vonatok
Maradjunk annyiban, hogy megérte a befektetést. Na várjunk csak, itt valami bűzlik. És az nem én vagyok. Oh, oda néz. Lift. Remélem tetszik a pálya design, mert én imádom. Percekig rohangálása semmiért. Igazán relaxáló. Yeah, running down a dream. Never would come to me. And I ran so far away. Kár, hogy nem tudok énekelni. Hát ez zseniális. És egy egész tetves pálya megint el van erre, pazarolva. Ez összesen már 3, ahol nem akart senki sem megölni. Egymás után 3 pálya. Mi ez a fény? Ó! Freemanék most teleportáltak el? Hol vannak a többiek? Itt kéne lenni egy ostromnak, mert mikor elteleportálnak, itt jövünk ezerrel. Annyira látszik ez a leszarom dolog. Egyik kommentelő is megmondta, hogy ahogy haladunk előre, a játék minősége, ami eleve nem volt túl magas, még jobban zuhan folyamatosan. Oké, valahova ki kéne jutni, mert remegünk. Mindjárt rájövök, hogy hogyan, hova. Oké, akkor vissza mondjuk. Aha. Ja, hogy... Ó, baszki. Akkor ide vissza. Annyira remegünk, hogy mindjárt kiesek a szellőzőből, és ez egyszer már velem előfordult. Nem akarok még egyszer kiesni a világból. Ó. Oh. Francba. Csatornázunk, oké. Okay. Na és most hova megyünk? Nem mondod. Mikor fogtak el engem? Hol történt ez? Vagy ez egy ilyen lázadófogó csatorna? Te ki vagy? Picsa. Picsa? Who is that? It's me, Sasha. Nem, Stella vagy. Sasha. I'll get you out of here. I unlocked the door. Csak most ilyen kenyérhaja van. Hát ez kidobta ide és mikor. Jaj, a villámtól megakadta a játék egy pillanatra és majdnem leestem. Hello? Te most... Jól van, na, nyitva a cella, te meg egy helyben állsz. Ezek is jönnek. Ne lőjetek! Freeman eltűnt. Bement a teleportba és el fog tűnni több mint egy hétre. Na jó van. Halihó. Én inkább keresztül futok, jó? Csá! Engedjetek el! Engedjetek el! Engedjetek el! Köszi. Aranyosak vagytok. Fallback, azt mondja. Egyedül vagyok fegyvertelenül és nem tudnak velem elbánni. Na jó, azért el tudnak. Mert nem tudom hova tovább. Oké, szóval betörnek a lázadók. Valamiért. Most az lenne az igazi, ha... Találnék egy idiótát, aki megölné magát, mint a múltkor. Nem akar valaki gránátot dobni? Francba, nem találtam el senkit. Vagy de, eltaláltam valakit. Úristen. Oké, ne öljetek meg, még ne. Ne csodáld a fegyvert, lőjél, baszki! Ez a beszéd. 14 életerő, bevállaljuk. Már nem azért, de ez a játékhoz kifejezetten nagy IQ kell, hogy játsszál. Úgy. Na és most élettöltőt ide. Téged már egyszer láttalak. Jaj, nem mondod. Oh. Jaj, még egy ilyen lassú rész. Kezdek leépülni. Hűha. The legendary captain himself. Stop it. You're making me blush. After all those years, I get to see you again. I have to admit, I'm surprised you even remembered me. You were pretty young back then. Sure I was, but I have a good memory. I remember everything. And I remember you saving those children. I always saw you as a hero after that day. Hero? You're talking to a villain, my dear. The hero inside of me died many, many years ago when I was young. Isn't every villain a hero in their own story? Not in this one. Cringe. Cringe. And we managed to get out, but after that we weren't so lucky. We were walking in the middle of nowhere for days. The moment we thought we were going to die, help arrived. There was just a man. A man in a suit. A man in a suit? Yes, a man in a suit.
Ez nagyon oblivionos volt. I think I remember the deal. He had to help. Hát persze. Véletlenül se várhattál volna, csak egy 10 másodpercet. Adam, mit keresel itt? Mitchell? Run! Jó, oké, már is futok. Mi ez az? Mi történik? Ja, hogy ez nem bejátszás, az én vagyok. És megint nincs fegyverem. Csaj fején volt kimenetisebb, és Mitchell előtt állt. Hogy Mitchell ezt túlélte. Na mindegy. Ezen a ponton nekem föl kéne adnom a gondolkodást. What the hell are you doing? Keeping my promise. You don't have to do this for Freeman. Freeman? Are you really that stupid? This was never about Freeman, Mitchell. This is just part of the deal. Mivel már mindenki üzletet köt vele? He's waiting for you on the other side. What? Who are you? No. Not you. That was part of the deal. Go now. It's time. Ha te mondod, Adam. Mr. Mitchell, at last. You used me. Let me correct you, Mr. Mitchell. We used each other. You made him betray me. You simply cannot betray someone if you were never on their side. If you are looking for the truth, ha az igazságot keresem, lefagyok. Ja nem, véletlenül megnyomtam a space-t. Ja, erre még emlékszem. Hogy zörög az acél. És még vissza is. Fantasztikus. Mert nem láttam elégszer előtte. Most már visszafele is kell. Ez innentől már poop. Aha, most az ő szemszögéből. Mert biztos jó az nekem. Ne. Bár ezen a ponton már nem volt meglepő. All this time, the man I was looking for wasn't Gordon Freeman. He doesn't even know that I exist. The Combine will be looking for you, and that will create Mr. Freeman an easier path. And since our agreement is finished, you have our permission to die. Farewell, Mr. Mitchell. Milyen rendes vagy, köszönöm szépen, hogy megengeded. What if I make it out alive? In one piece. Akkor nem halsz meg, bazd meg. Úristen! Még G-Man arcán is látni. Hát ez egy hülye kérdés tett föl. Jól van. De milyen szép. Ugyan nem tudom, hogy mit keresünk itt, főleg, hogy miért. This is it.